Szügyi Ilona könnyíteni szeretne a két gyermekes munkanélküli lánya sorsán, ezért férjével együtt segít a két kisunoka nevelésében. A családi pótlékra vonatkozó kérvényt a községi ügyintéző irodában júniusban nyújtották be, azonban a végzést mindmáig nem kézbesítették. Az én lányom februárban vált el, és június 1-én volt jogosult átadni a kérelmet a családpótlékra. Az átadás után plusz 3 hónapot várt, mire kézbe kapta a pénzt. Igaz, hogy a hátralévő összeget mind megkapta, de nagyon sokat kellett várni rá. 21 000 dinárt kapott a 3 hónapra, mivel egyedül neveli a családjait, így emelt összegű családpótlékra van neki joga. Úgyhogy megkapta, meg nagyon szépen köszönjük, de nagyon megsínlette, mert nagyon nagy szüksége volt erre a pénzre. Több alkalommal volt keresni, hogy miért késik a családpótlék a Törökbecsei községházán. Először egy papírt hiányoltak, az az 1. hónap volt. Azután pedig azt mondták, hogy minden rendben van, és mégis 2 alkalommal volt még bent, amikor azt mondták, hogy várjon még. Június 1-én van elismerve, hogy jogosult a családpótlékra. És szeptember 20-án kapta el a családpótlékot. Úgyhogy meglepődés érte a lányomat, mert 3000 dinárt kap a községtől, még mivel, hogy nem éri el a juttatás a minimális összeget, ami a gyerekeknek jár, vagy meg van ítélve. És mikor ment fölvenni ezt a 3000 dinárt, akkor a postás közölte vele, hogy a számláján még plusz 21 000 dinár van. Úgyhogy megelőzve nem volt se végzés, se semmi, csak egyszerűen rajta volt a számlán a családpótlék. Erről a pénzösszegről mindeddig hivatalos papír nem érkezett hozzánk, nem tudjuk, hogy miért, hivatalosan még nem kézbesítették a végzést. Hajdú Miklós egyedül neveli fiát, a 10 éves Árpádot. Az ő esetében is késett a családi pótlék, ezért kénytelen volt többször is kérdezősködni a községi közigazgatási hivatalban. Érdeklődtem, hogy mi az oka a késedelemnek. Általában ilyen adminisztrációs hibákra hivatkoztak. Kitartóan bejárkáltam, és végül visszamenőleg is sikerült minden hónapra. Hát körülbelül 3 hónapot vártam, úgyhogy elkaptam az összeget. Utólag hozta futára végzési papírt, és mivel, hogy egyedülálló szülő vagyok, akkor egy kicsit magasabb gyerekpótlék jár, az olyan 3000 dinár körül, 3100-200 dinár. Csodálkoztunk, hogy ennyire késik a papírmunka, szóval az adminisztráció véget, hogy hátra marad a kikézbesítés, a pénzsegítség, úgyhogy hát kicsit szűkösen voltunk, amíg megérkezett a gyerekpótlék. A családi pótlékról szóló végzést minden hónap 5-én továbbítják a Munkaügyi Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztériumnak. Emelte ki Snezsana Gyukicsin, Törökbecse község szociális ügyekkel megbízott osztályvezetője. A kérelmezők többsége ezt nem veszi számításba, fűzte hozzá. A családi pótlékra vonatkozó kérelmet a községi ügyintéző irodában fogadjuk. A szülőnek bizonylatot kell hoznia az előző 3 havi jövedelméről. Munkanélküliek esetében bizonylatot kérni a foglalkoztatási szolgálattól. A többi szükséges dokumentációt interneten csatoljuk hozzá, gondolok itt az anyakönyvi kivonatra, az ingatlan tulajdonjogra, amelyet szintén online a kataszterből kapunk meg. Családi pótlékra 20 éves korukig azok jogosultak, akiknél a családban a havi 1 főre első jövedelem nem haladja meg a 9000 dinárt. A törvényes előírások alapján a jogosultságról szóló végzést a kérelmező szülőnek legfeljebb 60 nap alatt kellene kézbesítenünk.
Azonban megtörténik, hogy az igénylő a folyó hónap 10-én nyújtja be a kérelmét, és mi azt csak a következő hónap 5-én tudjuk továbbítani. Ez azt jelenti, hogy a folyamat már 3 hetet tolódik, amit az ügyfelek legtöbb esetben nem tudnak. A késés másik oka pedig az, hogy az önkormányzati hivatalnak egyetlen futárja van, aki nem juthat el időben minden végzéssel, hiszen feladatkörébe tartozik az ingatlan adóról szóló végzések, és még sok más irat személyes kézbesítése is. A családi pótlékot a szülő legtöbb esetben előbb megkapja, mint az erről szóló végzést, mivel a minisztériummal számítógépes kapcsolatunk van, ahol azonnal látják, hogy kik jogosultak pótlékra, amelyről mi hozunk döntést. Mi donosimo rešenje, oni to vide ovde u programu smo povezani. Törökbecse községben idén 2000 háztartás jogosult családi pótlékra.